Sziasztok, én Tóth vagyok, ez pedig most egy extra interjú a podcast csatornánkon. Berényi Andor, Rudolf Oliver és Kungl Zsigmond vannak itt a stúdióban, akik két filmnek az alkotói, amiket nem régiben, hát sajnos elkaszált az NFI az inkubátor program keretein belül. Hogy mi is pontosan az inkubátor program, mi ennek a jelentősége, és hogyan látják ők a jövőiket, erről fogunk beszélgetni a mai adás folyamán. Sziasztok! Szia. Sziasztok. Első körben annak, aki nem tudja, hogy mi az az inkubátor program. El tudnátok mondani ennek a programnak a jelentőségét a magyar film szakmán belül? Az inkubátor program azért fontos, mert kezdő első filmeseket támogat. Az a lényege, hogy egy előzsűri kiválaszt kb. 60-70 filmterv közül tizet, és a, utána megkezdődik a forgatókönyvfejlesztés, zenefi forgatókönyvfejlesztőivel ö, közösen számos konzultáció kíséri ezt a folyamatot. Utána pedig az első draftot elfogadja a döntőbizottság, és jön napi egy nyilvános pitch fórum, ahol prezentálni kell ezeket a filmterveket. Ebből a döntősök közül négy nyertest kiválaszt a, a szakmai zsűri, az NFI által kijelölt szakmai zsűri, illetve egyet pedig a közönség. Ja, hát, és, és hogy jelentősége az szerintem az, hogy milyen filmek készültek el ebbe a programban egyrészt. Néhány példa a Kisajninak a Különfalka című filmje, vagy a Szile Egyi Zsófinak az Egy Nap című filmje, ezek az egyik Kárlovibáriban, a másik Kánban szerepelt, de itt van például a Csoma Sándornak a Magasságok és Mélységek, vagy a Zanox, ami a tavalyi az egyik legsikeresebb közönségfilm volt és ezen felül, ami nagyon fontos, hogy ez egy dedikált program volt az első filmeseknek, ahol kis költségvetésből, de nagy játékfilmeket készíthettek, viszonylag gyors lefolyás alatt, tehát hogy a folyamat maga az azt jelentette, hogy mondjuk három-négy éven belül biztosan film készült belőle. Ez a lényege, hogy inkubátor, tehát védelmet ad a csecsemőnek, és ami még fontos, hogy valójában ez volt az egyetlen Része a magyar mozgóképes finanszírozási rendszernek, ahol nem ugyanaz az öt ember döntött. Pontosabban kétszer öt emberről van szó, mert van egy televíziós, meg egy filmes döntőbizottság. Itt a független, felkért szakmai zsűri, illetve a meghívott szakmai közönség választott ki évente öt filmtervet, amik elkészültek. És ez a program valamilyen értelemben a rendszerváltás előtti Balázs Béla stúdiónak az örököse, mert ott egy nagy játékfilm költségvetéséből készült rengeteg kis játékfilm, illetve dokumentumfilmek és kísérleti filmek is, és itt is egy nagy játékfilm költségvetésének a tört részéből készül el öt ö, film minden évben, idén viszont hárma, három nem fog állami támogatásból úgy néz ki elkészülni. De az arányok és érzékeltetés, érzékeltetésére most 500 millió forintot se érte volna el a, az öt film költségvetése. Aztán megemelték 600 millióra most. De, de ugye a dokumentumfilm a dokumentum kapott volna 35-öt, mm -hmm. 120 milliót kapott volna egy-egy film, és tényleg arányaiban ez azt jelenti, hogy nem tudom, Magyarországon egy milliárd alatt most nem készülnek filmek, de inkább most már a másfél milliárd az a határ, tehát valójában egy történelmi eposznak az ötödéért, hatodáért készült volna el öt darab első film. Ez nyilván nagyon sokan vannak, akik egyetemről jöttek ki, és, és mint lehetőség ez volt számukra, hogy így kezdjék el a pályán. Szerintem az fontos, hogy a normál pályázati rendszerben ott szerintem ahhoz, hogy ezen a folyamaton végigmegy, hogy legyen egy forgatókönyved, bekerülj a fejlesztésbe, és utána gyártási támogatást kapsz, az egy, az egy sokkal hosszabb folyamat. Tehát az inkubátorprogram azért jó, mert elindulsz egy treatmenttel, uh -huh. és, és onnantól fogva végig fogják a kezedet. Vagy hát legalábbis eddig fogták, és ott volt veled a filmintézetnek a a konzulense, a forgatókönyvfejlesztési igazgató, és valójában ők végig segítették a treatment állapotától egészen a, a befejezett filmig, hogy ezek a filmek elkészülhessenek, és nem az volt, hogy hogy akkor most valaki 10-15 évig próbál írni, pályázni, és akkor bekerül, vagy nem. Na Bocs az álnaív kérdésért, de oké, okay, akkor hogyha jól értem, akkor ti egy treatmenttel, vagyis egy ilyen kicsit bővebb szinopszissal, történt leírással megjelentetek az inkubátorprogramba. Hónapokon keresztül konzultáltatok az NFI képviselőivel. Mi történt? Ami miatt egyszer csak azt mondták, hogy ja, hogy egyébként mégse kellenek ezek a filmek. Hát ezt, ezt, nem tudjuk, mert, mert, semmilyen indoklás nem érkezett. Tehát ez egy, most ez egy másfél éves folyamat körülbelül. Tehát 2021. Igen. szeptemberében jelentkeztünk. És igen, augusztus májusig, végén, szerintem, de igen. Vagy augusztus végén, ezt nem tudom uh -huh. pontosan. Minden esetre május, vég, 2022. májusában volt maga a Fitch Forum, ahol másik három filmtervel együtt nyertünk, és az azóta eltelt 9-10 hónapban pedig már úgy dolgoztunk ezen, mivel precedens erre, tehát ilyen még soha nem fordult elő az inkubátoros történetében, ezért úgy dolgoztunk rajta, hogy ezek a filmek elkészülnek, nem is kaptunk semmilyen negatív, tehát azért érthetetlen az egész, mert inkább pozitív megerősítést kaptunk, mint sem bármilyen negatív kritikát a filmtervel kapcsolatban. És akkor februárban érkezett egy ilyen határozat, hogy február 6-án kiírták a gyártási pályázatot, és érkezett egy határozat, hogy akkor a filmterveinket nem javasolják gyártási pályázat benyújtására. Ez több szempontból miatt nagyon zavaros. Az egyik az, hogy, hogy semmilyen indoklás nem érkezett, a másik az, hogy a, határ, a csatolt határozatnak a keltezéshez 2022. december, tehát nagyjából Két hónappal később tájékoztattak a, erről az egészről minket. Harmadik meg az, hogy úgy emelték meg ebben az időszakban a keretösszeget, tehát tényleg 500-600 millió forintra filmenként 20%-kal, hogy, hogy tudták, hogy ezek szerint három filmet nem fognak támogatni. És ezek megválaszolatlan kérdések továbbra is. Vagy tehát... csak én még egy negyediket is szerintem hozzá kell tenni, hogy. December 23-án volt a döntőbizottságnak az az ülés, ahol megszületett ez a döntés, hogy nem javasolnak három filmtervet gyártási pályázatra, és ezt mi február 7-én este kaptuk készhez. Maga a gyártási pályázat az február 6-án, tehát egy nappal mielőtt mi megkaptuk volna a döntést, éjszaka került fel. És a december 23-ai döntőbizottsági döntésben ők a gyártási pályázat egyik pontjára hivatkoznak ami abban a pillanatban még nem volt nyilvános, még nem létezett. Na most ezt. Hát vagy nem létezett, vagy nem volt nyilvános. Nem volt nyilvános, de számunkra nem létezett. Tehát, hogy mi nem tudtunk arról, hogy létezik ez a pont. Majd ezt kirakják éjszaka, és másnap este hétkor megkapjuk a levelet, hogy másfél hónappal ezelőtt az előző éjszaka kitett gyártási pályázat egyik pontjára hivatkozva elkasszálnak minket. Hogy azért is tényleg zavarba ejtő, mert a fejlesztés során ő, nyilván konzultáltunk a fejlesztőkkel, az Andoros forgatókönyvünket a Jakab Júli fejlesztette, az Oliverrel pedig a Benkő, Orsi később pedig a Nagyvégergő, viszont nem csak velük konzultáltunk, hanem ugyanúgy a Fonyódival is, akinek mi a pontos pozíciója? Fonyódi a fejlesztési Tibor igazgató. fejlesztési igazgató volt, de én azért annyiban árnyalnám ezt, hogy vele konzultáltunk, hogy neki is le kellett adnunk a forgatókönyveket mindig, és mi magunk is kerestük őt önszorgalomból. A mi esetünkben Zsigával a, a még treatment állapotban volt egyszer egy félórás beszélgetés, ahol azt mondta, hogy szuper a terv, írjuk meg a forgatókönyvet, utána egyébként semmire nem reagált, tehát ezt ki kell emelni, hogy azért eddig Tudomásunk szerint az inkubátorprogram úgy folyt, hogy foglalkozott vele. Hát a film alap az, az nagyon, a filmintézet is eleinte. Most már azért meg volt az először annak, hogy ők ezt a programot ki akarják nyírni, vagy pontosabban ö, szeretnék leépíteni, és egyre kevesebb volt a, a kommunikáció a program résztvevői felé, meg egyre kevesebb volt a támogatás. Tehát azért volt ennek előszere. Ne, ne, hazudjuk azt, hogy, hogy nem volt benne valahol a levegőben, hogy ez megtörténhet. Nekem tényleg az volt zavarba hogy a Fonyolandi részéről kaptunk egy e-mailt az Oliverrel, hogy mennyire formabontó ez a terv, amit írunk, az anyám szörny, megújítja bizonyos értelemben a magyar történetmesélési konvenciókat, az a megközelítésmód, amit használunk, szóval kaptunk pozitív visszacsatolást tőle is. É, igen, én nevekkel nem dobáloznék, szerintem az a az, hogy ez egy egységes döntőbizottsági döntés, ez fontos ebben. És az is, hogy, hogy valóban, tehát hogy olyan döntőbizottsági tagok jelezték, vagy tag, hogy az első forgatókönyv az úgy van megírva, hogy szakmai konzultációt nem igénye, uh -huh. tehát hogy ugyanaz a döntőbizottság, ami aztán később elutasította indoklás nélkül. Oké, okay, hát ő, nyilván akkor ez maximum informális csatornákon keresztül juthatott el hozzátok, de van tippetek arról, hogy honnan jöhetett akkor a döntés, ami mégis elkaszálta ezeket a filmeket? Van, szerintem. Tehát amit az előbb elkezdtem mondani, hogy látszott az, vagy most kezd el igazán felsejleni, hogy ez a program, ez, ez nem kedves a filmintézetnek, azért, mert itt van öt filmterv, amiről nem ők döntenek. Ami egy tőlük független döntés. És az elmúlt években már felsejlett az, hogy ez az örökség, amit a filmalaptól kaptak, a havasági féle filmalap ötlete volt, amit külföldről hoztak be maga az inkubátorprogram, az nekik terhes. De ahelyett, hogy ezt a programot átalakították volna, vagy ahelyett, hogy ezt a programot megszüntették volna, elindították újra és újra, majd most visszamenőlegesen megváltoztatják a játékszabályait, és arra hivatkoznak, hogy elnézés ez mindig is így volt, hiszen formailag beleszólhatott a döntőbizottság. Ezzel ugye elveszti teljesen az értelmét az egész program, és innentől inkubátor programról nem érdemes beszélni. Szerintem ez az egyik indok. A másik indok pedig, arról beszélgettünk egymás között többet is, hogy miért lehet, hogy miért pont ez a három film. És akkor itt a témákban szerintem semmilyen közös nincsen, és normális országban nem beszélhetnénk arról, hogy ezek a témák politikailag korrektek vagy inkorrektek, meg egyébként is rendezők vagyunk, tehát mi van, hogyha politizál a filmünk. Uh -huh. De amikor felmerült bennünk az, hogy hú, vajon ingoványos talavira lépünkre, vagy sem, akkor azt éreztük, hogy nem, mert ezek a filmek mind személyes drámákról szólnak, és embereknek a problémáiról szólnak, de igen, vannak olyan témák, amiket érintenek, amik miatt el tudom képzelni, hogy egyszerűen már nem fér bele az, hogy valami olyan csúszson át, ami nem a kurzusnak a, a fő irányába tartozik. szavakban el tudjátok mesélni, hogy miről szólt ez a három film, illetve hát kettő, hiszen a harmadikban azt hiszem, hogy nem vettél részt. Akkor az, igen, a kettő. Egyébként a harmadikról is szerintem tök jó, hogyha legalább elmondjuk a Zambrus. hogyha el tudjátok mondani, igen. Ez ugye a ti interpretációtok lesz ezt érdemes leszögezni, de, de szerintem fontos, hogy kiderüljön, hogy milyen filmekről beszélgetünk. A, hát a mi filmünk a, a Zsigával, ugye ez fontos elmondani, hogy a Zsiga mind a két filmnek a társírója. Szegény, vagy szerencsés. Ez ezzel, ezzel rekordot dönt valakinek egyszerre két filmjét kasszálják el a Finkubátor programba. A mi filmünk az Zsoltról szól, aki egy ö, ö, nehéz helyzetben lévő ember a kamaraerdőnél, él, és egyedül ápolja a beteg édesanyját. És amikor az anyja állapota leromlik, ö, akkor úgy dönt, hogy beadja őt egy idősek otthonába. Az anyjával egy szeretve gyűlölve együttélésben van, egyszerre szeretne tőle megszabadulni, és ő szabad lenni, és egyszerre mindent megtenni érte, és, és örökre vele maradni és uh, amikor uh, kiderül, hogy nincs elég pénze arra, hogy az idősek otthonába beadja az édesanyját, akkor az addig őt biztonsági őrként alkalmazó céghálóban uh, stróman lesz, hogy összeszedjen elég pénzt. És igazából a film azt meséli el, ahogy ennek a bűnös céghálónak a sötét világába egyre mélyebbre süljed. Mm -hmm. Oliver? Az anyám a szörnyi 40 körüli nőről szól, aki belefáradt abba, hogy hogy jelentéktelennek érzi magát, hogy láthatatlan a környezete a számára, csalódott az életében, és amikor véletlenül megtalál egy eldugott dobozban egy horrorfilmbe élő szörnymaszkot, akkor felpróbálja, és belenéz a tükörbe, és, és valahogy azt érzi, hogy e a, a groteszk arc mögé elbújva valahogyan felszabadul és ebben kezdi el élni az életét, hosszasan céltalanul bolyong a városban, és úgy tekint rá, mint valami földön kívül, akinek ez az egész egy új világ, és úgy érzi, hogy nem képes többé levenni, és nem is veszi le, és, és így lázad a környezet és a világ ellen. Ugyanakkor a nagyon hasonló önértékelési zavarokkal küzdő kamaszlány az pedig teljesen egyedül marad, és ez és ez róluk szól arról, hogy egyáltalán visszatálhatnak-e egymáshoz. És akkor az Ambrus filmjének is meghallgathatnám valamelyikőtől a rövid történetét? Műzsika is tudja. Mondd el. Hát az Ambrus filmjének az a lényege, hogy Magyarországon élő, idős, szegény emberek, az ő filmjében azt hiszem egy nő a főszereplő, külföldre járnak ki, gazdag, külföldi embereket ápolni. És nem tudom, szerintem most a, a témáknál azért egy fontos dolog a tietekkel kapcsolatban még van, ami, ami, ami felvetheti, hogy hogy lehet, hogy ezért történt, ami Ezt, történt, és szerintem... Ez Andor arra céloz, hogy a filmnek a főszereplője Éva a szörny, azt bújva elkezdi járni a várost, és felfedez magának egy közeget, ahol befogadó közösségre lel Ez egy drag bar, egy melegbár, ahol a drag a világában maga is fellép. És ez borzasztóan felszabadítóan hat rá, hogy az emberek megtapsolják őt, hogy sikere van, és ebben a közegben újra felfedezi a szexualitását is, szóval, és egy nagyon fontos mellékszereplő a filmben, az egy drag queen, úgy hívják, hogy Svetlana, és ez a meleg férfi, ez támogatja őt abban, hogy megtalálja önmagát. De de nyilván nem ez a központi eleme, hanem az, hogy egy édesanyja fellázad az ellen, hogy jelentéktelennek érzi magát, és azt vizsgáljuk, hogy Viszont a kamasztánya egyedül marad, és azt vizsgáljuk, hogy egy nőnek, akinek egy van egy kamasztánya, meddig terjed a szabadsága, hogy meddig tud kiteljesedni a lázadásban is, hogy ez hogyan egyeztethető össze azzal, hogy ő anya. Szóval a fő konfliktus az nem a, a drag bárban van, hanem a, az anyaságában igazából. Igen, de egy nagyon hangsúlyos részlet. Igen, meg, meg szerintem azért nehéz előadni. Ennyit akarok mondani, bocs, az Andoraihoz, mert az Andoránál pedig az van, hogy ott egy nagyon fontos, része a könnyű álomban az, hogy a, a céghálóban a strómankodás egy ideig harmonikusan működik, de vala, a, úgy fogalmaz a a, 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 gangster, aki tulajdonképpen strómanként alkalmaz a, a zsoltot, hogy valakinek arra volt szüksége, vagy arra vágyott, ami az övé. Szóval a céghálóra is Igen. Igen, a... szó szerint, hogy kiesett a pixisből, valakinek fent az kell, ami az övé. De ez egyetlen igen. mondat a filmből. Igen, igen, de nyilván ez arra utal, hogy a, hogy a cégháló, ami egy bűnszervezetként működik, azt valaki fent lenyúlja, és emiatt ők bekerülnek egy ilyen szarlaminába. Ami, ami, nem a, a, valós felelős emberek, hanem a, aki legalul van az ő hátán csattan, a Zsolt hátán. Igen. Hát szerintem azért van, hogy egy kicsit így azt érzitek, hogy így kerül, vagy én legalábbis azt érzem, mintha így kerülgetnénk a, a forró szart, vagy szarlavinát, ahogy, a, ahogy, az előbb mondtad, mert valójában rendezők vagyunk, forgatókönyvírók vagyunk, filmművészek vagyunk, és tehát ne, nem így gondolkozunk, nem ezzel a fejjel gondolkozunk, hanem azzal a fejjel gondolkozunk, hogy mi van azzal az anyával, aki próbál visszatérni a családjához, de előtte ki kell törnie onnan, hogy megtapasztaljon valamit, amit már régen. Mi van azzal a férfival, aki szeretve gyűlöli az édesanyját, képtelen őt hagyni, de szeretne tőle megszabadulni, de köz közben azért álnaívság lenne azt állítani, hogy nem látjuk, hogy, akár nézhetnek föntről úgyis ezekre a filmekre, mint itt van a strómanos film, itt van a buzibáros film, meg itt van az a film, amiben magyar ö, szegény emberek külföldre mennek ki, gazdag külföldi embereknek a seggét törölgetni. És ezek nem kedves témák, ez teljesen egyértelmű. De ugyanakkor meg annyira, hogy mondjam, szóval, ezek nem olyan értelemben rendszerkritikus filmek, mint ahogy mondjátok is, személyes történetek, amik egyébként merítenek abból a valóságból, amit láttatok, tapasztaltatok, kutatatok Ezért el. nem szívesen mondjuk ezt ki, mert hogy, hogyha kimondjuk ezt a lebutit, Dolgot, akkor majd lehet, hogy az lesz, hogy aha, látjátok, de nem erről van szó, de közben szerintem hiba elkerülni azt, hogy, hogy erről beszéljünk, és próbáljuk meg fölfogni ezt egy szakmai döntésként, amikor semmilyen indoklás nem kaptunk. Valószínűleg az is egyfajta félreértelmezés lenne a történetnek, hogyha itt valami fajta dramaturgiai okot keresnénk a mögött, vagy mit tudom én, esztétikai megfontolást, hogy melyik film ment át és melyik nem. A másik pedig az, hogy engem az foglalkoztat, hogy már mondtad is egyszer, hogy mondjuk újra nem elindítani ezt a programot, azt értem, hogy ha azt csinálják, hogy oké, okay, akkor az inkubátornak ennyi volt, ti vagytok az utolsók, kifuttok, 300 millió forintról beszélgetünk, ha jól sejtem a három film esetében, nagyjából. 275. 275, szóval, hogy ez önmagában nem indokolja azt, hogy egy ilyen visszamenőleges törvényhozást idéző módszerrel feszültségeket generáljanak. Már pedig sikerült megreálni ezeket a feszültségeket. Itt ültök hárman, ketten, akiknek átment a filmjük, nincsenek itt. eszül köztetek feszültséget a filmszakmában? itt mind a két film még egy döntő bizottsági döntés előtt áll, a gyártási pályázatokat is el kell fogadniuk. És az, hogy az emberek félnek, az teljesen jogos és teljesen érthető, mert teljes bizonytalanságban vagyunk tartva. Nem tudjuk, hogy mik a játékszabályok, nem tudjuk, hogy mi alapján mérlegelnek, tehát, hogy feszültséget kelte ez, nem, teljesen megértjük azt, hogyha valaki fél. Mert jogosan fél. Az a baj, hogy jogosan fél. Miért miattatok fél, ti vagytok a precedens. De az még nagyon fontos, hogy ez, hogy ez, nem csak a mi ügyünk. Ez a következő inkubátorokban is nyilván ugyanilyen kérdés lesz, mert hogy milyen üzenet ez azoknak, akik utána legközelebb nyertesként mennek fel a, a Pitch Forumnak a színpadára. De teljesen egyértelmű, hogy ezzel az egész program értelmetlenné és hiteltelenné válik, hogyha utólag felül lehet bírálni a külön kijelölt szakmai zsűrit és a közönséget. A és lehet. most is van tíz terv bent a következő évben, tehát uh -huh. ö, ezt ők folytatják. Azt hallottam, hogy most volt is egy találkozó, ennyit sikerült kiprovokálnunk egyébként. Volt egy ö, egy háttérbeszélgetésetek, vagy hogy mondjam ezt? Hát ez a producerek és a gyártási igazgató között volt, az NFI gyártási igazgatója között volt. Kértünk egy egy időpontot, pontosabban ők kértek egy időpontot, ami producereink, hogy Átbeszéljék, hogy mi történt itt, mert azt azért tudni kell, hogy ott is filmes emberek dolgoznak, és egy szakmában dolgozunk. És az az igazság, hogy a kommunikáció az az eddig valamilyen szinten azért működött, tehát hogy meg lehetett beszélni a dolgokat. És természetesen az első megoldás az az volt, hogy, hogy akkor beszéljük meg, hogy mi történt, hiszen nem tudunk semmit. És ez a találkozó, ez meg is történt, viszont ott érdemi indoklást nem kaptak a producereink arra, hogy miért történt ez a döntés, és nem is tűnt úgy, mint hogyha ez alkuképes pozícióban ezen nem is részt? Nem. nem. ezen a producerek voltak, illetve a Ez a gyártási... Nem az akartatok, vagy nem vehettetek? Hát az volt az első gondolatunk, hogy ugye ezt a döntést, ezt a producereink kapták készhez. És hogyha komolyan vesszük a játékszabályokat... Mm -hmm. Itt nagyon igyekeztünk, vagy még talán még mindig igyekszünk komolyan venni. Egyébként még mindig ben van a hivatalos panaszunk, de nem kaptunk rá semmilyen választ. Hogyha komolyan veszük a játékszobályokat, akkor a producerek mennek be a gyártási igazgatóhoz, hogy miért nem mehetünk a gyártási pályázatra, és nem mi megyünk be boci szemekkel azt mondani, hogy mi vagyunk az első filmesek, akiket éppen kigeciznek, hanem meg kell csinálni ezt hivatalosan. De hát konkrétan az, az történt hogy ö, közölte velünk hogy meg vagy velünk tehát az, az igen velünk. szóval közölte a producereinkkel, hogy ö, megváltozott az eljárási rend és mostantól a Döntőbizottság felülbírálhatja a zsűri és a szakmai közönség döntését. És ugye ezt láttuk is, hiszen a gyártási pályázatban benne van ez a pont. És megkérdezték a producereink, hogy ez mikor változott meg. És azt mondta, hogy ő erre nem fog válaszolni, de sajnálatát fejezte ki, hogy ezt nem kommunikálták velünk. Illetve megkérdezték, hogy mi a döntésnek az indoklása, és azt mondta, hogy a filmintézet nem köteles a döntéseit megindokolni, már mint a döntőbizottság. Ez egyébként nem, most én nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy erről jogszabály van, vagy szabályzat, én nem tudom. Egyébként ez sajnos ténylegesen így van. Tehát, hogy az a baj ezzel a rendszerrel, hogy ami történik, az jogszerű vagy ha nem jogszerű, akkor jogszerűvé teszik. Tehát, hogyha mi a, a, jog felől próbálunk meg igazságot tenni itt, akkor egyébként mindig veszíteni fogunk, és ezt kell fölfogni, hogy, hogy talán egy kicsit hátrébb kéne lépni, és arról beszélgetni, hogy, hogy mi a morál, és mi az erkölcs, és mi ez a szakma. Mert ez a szakma, ez valahol közös, még a legutolsó napi sorozatnak uh, a legutolsó történelmi eposzig egy szakmában dolgozunk, akár honnan is kapjuk a pénzt, beszélgetni kell egymással, kommunikálni és közös döntéseket hozni szakmai konzultációval. Hát igen, és ugye megint csak ott tartunk, hogy az elején még az adásnak próbáltatok ti is megfejteni azt, hogy mégis mi lehet, vagy keresgéltétek a plotban, hogy, hogy mi lehetett az, ami bántotta a szemüket. Na most ez nekem ugye azért visszás, vagy azért ö, tűnik egy ilyen egyfajta egyfajta tűnetnek, mert hogy ez, hogy belületek precedenst csinálnak, vázi mártirokat, és nem az van, hogy oké, okay, ki ezt a pár millió forintot, és akkor ö, majd legközelebb nem indítjuk el a programot. Ez szolgálhatja azt, hogy ez a fortíos félelem ez megjelenjen az alkotók fejében, hogy már előcenzúrázza magát, hogy még véletlenül sem, mert hogy úristen mi lehetett az, hú, a drag bar, hú, bassza meg, azt azért kár volt. Szerintetek ez a fajta öncenzúra, ez meg fog jelenni akár a fiatal alkotókban, akár nálatok a továbbiakban? Szerintem ez abszolút van. Bizonyos dialóg részleteket, amiket mi ösztönből beleírtunk a könyvbe, hogy ez tök jól működik, van, hogy kihúzunk ilyen okot miatt. Persze, ez saját magammal én tudom mondani, hogy ez az cenzúra, ez már létezik. De utána azért szart nézni. Ja. Csak, hogy mentegessen de, magunkat egy kicsit. De, de nyilvánvalóan... De visszakerülnek azok a mondatok. De szóval. visszakerülnek, meg elforognak azok a mondatok, Ö, de közben meg nem tudom, hogy ez ki fog alakulni ilyen, de hogy a, a szociban biztosan megtanult a gúzsba kötve táncolni, és ilyen parabolákon keresztül mesélni sztorikat, és ö, ja, va, van olyan filmtervem nekem, amit például be se adtam még ilyen ö, helyekre, mert egyszerűen tudom, hogy nem menne át. De nem tudom. Nagyon tetszik, mint mondta, hogy a ja, szociban gúzsba kötve táncolni, csak szerintem a gúzsba kötve táncolni, ez kellett a 3T és hogy minthogyha nem lenne már tűrt. Kicsit olyan érzésem van. Ez a, ha nem vagy velünk, ellenünk vagy, ha nem ezt a nagyon pontosan meghatározott irányt képviseled, akkor, akkor ne is gyere, és Persze tiltott az van, a tiltottat azt nem szabad megölni, a tiltott az, az kell, mert akkor lehet mutatni, meg, meg ijesztegetni vele, de hogy valahogy a tűrt az, az mint hogyha kezdene eltűnni. Sőt, a tartalmon kívül még ott vannak ugye a személyi kérdések is. Most nemrégiben volt egy podcast Gigor és Szirmai Gergővel, és ott a Gigor azt mondta, hogy most ő azt látja, hogy aki Kyle Csabának nem kedves, az nem jut lehetőséghez, szóval akkor mégis arról sem tudunk beszélgetni, hogy milyen tartalma van az adott filmnek. Ti is látjátok ezt a személyre szabadságot, vagy ezt a protekcionizmust? Hát sajnos csak arra tudok visszautalni, amit már mondtunk, hogy mivel mi magunk egyébként, mi egyrészt először vagyunk ilyen helyzetben már, mint olyan helyzetben, hogy bent volt egy filmtervünk, ami nyert, uh -huh. etc., etc. És hogy mivel ténylegesen semmilyen információt nem kapunk, ezek ezek ilyen találgatások, uh -huh. ezt nehéz, nehéz megmondani, hogy szem, szem, személyeknek e, hogyan, hogy hogyan nem, vagy hogy mennyire személyes ez az egész kérdés? Uh. Visszatérve egyébként a történetünkhöz, megpróbálom összekapcsolni a kettőt. Tehát például a, a, a nyílt levél, amit írtunk a KL Csabának. ugye ráírtak többen a, a szakmában az inkubátor egykori nyertesei, zsűri, többen igen. Igen, és én pont rajtuk kívül ugye a, a szakmai szervezetek, a... Magyar Játékfilmrendezők Egyesülete, Független Producerek, Vágók, Hangmesterek, Operatőrök, tehát azt hiszem 7 szakmai szervezet írta alá. Dokumentumfilmrendezők. Igen, és hogy valójában ezek a szakmai szervezetek, ezek azt hinnénk, hogy a szakma egészét képviselik, vagy hogy valahogy összefogják őket, de, de úgy tűnik, hogy, hogy valójában ezekbe szorultak bele azok a sokaságok, akik tendenciózusan el vannak utasítva. És nem nagyon látszik azt, hogy, hogy mi a, mi, a, kiút, mert, és erről szerintem tök fontos beszélni, hogy mártírok lettünk. Igen, ez egy utolsó szög volt a koporsóban, mert az inkubátorprogram tényleg a, egy, egy kis védett sziget volt, és baromi jó filmek készülhettek el, de azért semmi a mi ügyünk ahhoz képest, hogy nem kap támogatást Magyarországon, nem Jeles László, Hajdu Sabolcs vagy Mundrucó kornél. Páfi György, tehát erről, erről beszélünk, <laughs> és, és most ez egyébként ilyen, azért van egy olyan kisebbségérzés bennem, hogy amúgy hogy jövünk mi ehhez, csak az látszott egyébként, hogy a, hogy a szakma egységesen, Persze nem Kálomista Gáborról beszélek, de megmozdult, mert érezték és értették ennek a programnak a fontosságát, és azt is átlátták, hogy ezzel ez a program megszűnik. És nagyon-nagyon sok támogatást kaptunk, és ilyen szinten van egység a szakmában, és azok az emberek is látták egyébként, akik, akik a most elkészülő nagy kurzus filmekben dolgoznak. Lehet, hogy nem a Producereik lehet, hogy nem kiabáltak és nem írták alá külön névvel, vagy nem tudom, de de felhívtak minket, támogattak, és a szakmai szervezeteknek a tagjai egyébként azok az emberek is, akik ezekbe a filmekbe dolgoznak. A hangmesterektől a, a vágókig ezek az emberek ott dolgoznak azokban a filmekben, amik most elkészülhetnek. Azt nem lehet látni, hogy pontosan most amik támogatást kapnak, azok egy tematikai irányt jeleznek, vagy egy filmfinanszírozási irányt. Tehát, hogy az a kérdés, hogy mire csúrog a pénz, vagy az a kérdés, hogy kinek a zsebébe csúrog a pénz, de valami, valami teljesen új jön, és mindjárt befejezem, de szerintem ez egy tök fontos dolog, hogy azt meg kell érteni, hogy a filmszakmában nagyon lassan történnek a változások, mert egy forgatókönyvet fejleszteni kell, meg kell írni, le kell forgatni, meg kell venni, stb. És az, hogy meghalt Andy Vajna, azután leépült egy addig meglévő rendszer a film alatt. Fel kellett épülni egy új rendszernek, a filmintézetnek. El kellett kezdeni új forgatókönyveket fejleszteni, legyártani, leforgatni, megjelentetni, Valójában szerintem most mutatkozik majd meg, hogy mi lesz mostantól Magyarországon az állami finfinanszírozás jövője. Most jutottunk el oda, hogy valójában az Endi halála már nem véd senkit és semmit, és most feláll egy új rendszer. Ez régnek tűnik, amikor meghalt, de ez lehetséges, hogy, hogy mostanra értünk el oda, hogy kezd megmutatkozni valami új. Akkor a bizonytalan jövővel menjünk tovább. Első filmesek lettetek volna az inkubátor keretein belül. Tudtommal más pályázat ma Magyarországon nem létezik. Ugye piaci alapon streaming szolgáltatók is leállították a saját jártást. Mi a terv? Hogy fogtok tudni ti filmet csinálni a jövőben? Hát to továbbra is az a célunk, hogy ezeket a filmeket elkészítsük. Mi Kreatív Európa támogatást nyertünk még 2022 májusában, ami azért is egy nagyon fontos ö, támogatáspályázat, mert koprodukcióra, a nemzetközi koprodukcióra ad lehetőséget. Mm -hmm. Tehát az lesz a cél, hogy, ö, hogy valahogy ö, nyissunk, és ö, ehhez mondjuk nagyon fontos az, hogy legyen egy hazai alap, tehát ez az elengedhetetlen. Valahány százalékát a koprodukciónak is magyar finanszírozásból kell megcsinálni, ha jól tudom ugye? Igen, én. tehát, hogy jellegéből adódóan kell, hogy legyen egy egy hazai alap is, úgyhogy az lesz a cél, hogy, hogy ezt valahogyan előteremtsük, és akkor tudjuk folytatni azokat a tárgyalásokat egyébként többnyire francia cégekkel, akik már jelezték a nyitottságokat a projekt, projekt felé. Ö, nagyon nehéz. Azért az embernek az első gondolata, hogy, hogy mit kezdek ezzel az egész helyzettel, az az, hogy, hogy másfél évet kihúztak, vagy hát majdnem két évet kihúztak a, a lába alól, és, és ott állt a finisben, és, és és azt hitte, hogy, hogy most ér célba. Újra kell tervezni, ez egyértelmű. Nagyon sok megkeresést kaptunk, a, az ügynek köszönhetően Magyarországról és, és külföldről is. Magyarországon talán egyetlen hely van, ahol még van valamilyen fajta függetlenség és tőke is. Szerencsére úgy tűnik, hogy őket is érdekli ez a filmterv. Részletek most nem, nem szeretnék belemenni, de az biztos, hogy ezeket a filmeket meg fogjuk csinálni legalábbis most mi kettőnk nevében tudom mondani, és azért, mert ezek a filmek el kell, hogy készüljenek, és egyébként az ügyjel kapcsolatban pedig az, hogy mi írtuk ezt a nyílt levelet, és hogy érkezett rá valamilyen fajta válasz, felveti a kérdést, hogy hogyan tovább. mert a többiek elmondják, hogy mi is volt ebben a válaszban pontosan, de ami szerintem fontos, hogy el lehet kezdeni beszélgetni arról, hogy, hogy változást, vagy valamilyen fajta konszolidációt, vagy reformot kényszerítsünk ki a filmintézetből, de hogyan? El lehet kezdeni arról beszélni, hogy egy ennyire költséges szakmában, ami nem olyan, mint a független színház, azért sokkal drágább, hogyan lehet egy ellenfinanszírozási rendszert, az ellen, az, azt nagyon-nagyon idézőjelben mondom, mert inkább azt alternatív, mondom, hogy alternatív, alternatív igen, ez, ez, a, ez, ez a jobb szó megcsinálni, de hogy szerintem, vagy legalábbis most a saját nevemben beszélek, de szerintem az Zsiga és az Oliver is így van vele, nekünk az elsődleges válaszunk most arra, hogy mit lehet ezzel a helyzettel csinálni, az, hogy ezeket a filmeket csak azért is el kell készítenünk, minden erőnkkel azért kell, azon kell dolgoznunk, hogy elkészüljenek. Pont azért, mert valamiért nem akarták őket látni, akkor ezek, a, ezeknek a filmeknek egyébként nagyon is van helye, és nagyon is rengeteg embernek látnia kell őket. Igen, az andortén Prágában ismertem meg, mert ott tanultunk mind a ketten a Famun, és ott készítettünk közösen egy kis játékfilmet, szóval lassan két-két és fél éve dolgozunk együtt, csak ezen a terven pedig másfél éve. Az Oliverrel meg az sf még a régi sf ismerkedtünk meg, és 2017 óta dolgozunk közösen, hat filmet csináltunk már együtt, és ezen a filmen 2020 óta dolgozunk az anyám a szörnyen, szóval most már harmadik éve, és annyi munkánk van benne, olyan iszonyú sok energiát raktunk abba, hogy filmeket akarunk csinálni, hogy totál megszállottak vagyunk, ezt szerintem nyugodtan kimondhatom, és nem fogjuk attól abba hagyni, hogy nem abból az állami támogatásból készül el, úgy látszik, ami, amivel elterveztünk, hanem mindent megteszünk érte azért, hogy más forrásokat felkutassunk, és az Andorra már most megírtunk egy új változatát a forgatókönyvnek, ami mindkettőnk szerint az eddigi legerősebb változata a forgatókönyvnek. Az Oliverrel van, nem tudom, iszonyú sok jegyzetünk arról, hogy hogyan akarunk újra nekilátni a forgatókönyvfejlesztésnek, Szóval én azt érzem, hogy ez inkább csak így búztol minket abban, hogy még eltökéletebben dolgozzunk ezeken az anyagokon. És hogyha sikerül, akkor az egyébként... Egy, elég baszó lesz. Egy, elég, hát olyan baszó lesz, és szerintem nagyot fog robbantani mind a két film, meg olyan szinten különleges is lesz, hogy... Sajnos ekkora költségvetésű független filmek, így is mini költségvetésről beszélünk, ugye? De szerintem mondjuk, amit így egy rezgábor vagy Hajdu Szabolcs össze tudtak hozni, azok sajnos még ennyiből sem készültek, úgyhogy ha ez nekünk sikerülne, akár külföldről, akár itthon. Az is precedens. Az, a, az precedens lenne. Remélem, hogy nem arra lesz majd precedens, hogy azt mondják, hogy hát figyelj, de. ha így is megy, akkor... <laughs> Igen. Ami még, ami még nagyon fontos, hogy, hogy tehát a rendszerből fakadóan rajtunk kívül is valószínűleg nagyon-nagyon sokan fognak nagyon alacsony költségvetésű dogmaszerű filmeket készíteni. Tehát, hogy valószínűleg egy kamerával kimegy az ember, és akkor azt csinálja, hogyha már erre tette fel az életét. Ho, ami, amit tud, és ezek egyébként nyilvánvalóan egy normális országban nem így kéne működnie, de egyébként születhetnek belőle nagyon jó filmek, mint ahogyan Olasz Renátó megcsinálta a Luca nevű lányról című, című filmjét egy-két évvel vagy, vagy a Kárpáti, Kárpáti Gyuri most gyűlő gyűlő a... Nyilván nem lenne jó, hogyha ez lenne a kijelölendő úg, <laughs> hogy uh, amit te is mondtál, hogy ha így is lehet, akkor csináljátok így. De nyilván ilyenkor az ember ahhoz nyúl, amihez tud. Igen, ezt lehet látni, hogy elszigetelten sziget szerint, akiket ti is említettetek, de Friga Úr Bence, Hajdusszabi, mindannyian csinálják ezeket a no-budget közeli filmeket. Ott hallottam mondjuk most egy meglepett pőhírt, de nem tudom, mennyire hivatalos. ez te tudod, hogy mennyire alátámasztható? Csak, csak, egy plegykát, hogy lehet, hogy ott valami olyan dolog átsúszott, ami itt meglepő, de... Hát ezt most így belengedted, majd meglátjuk, hogyha, hogyha gondolod, akkor mondd el, nem, 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 azt semmi. Érzed, hogy nem, 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 Én csak még annyit akartam mondani, hogy ami még szerintem felmerül mindenkiben, az a külföld. Igen, mint a külföld, megoldás. Meg, meg azt akartam kérdezni, hogy oké, okay, Nem szem... hogy elköltözni. Komolyta. Ja, hogy elköltözni, a külföldi koprodukcióra gondolsz. Nem. Tegyük fel, hogy még valami lesz a magyar filmiparból. Ezek az elszigetelt precedensek, amiket említettek arra, hogy no filmeket csinálnak alkotók. Ez elképzelhető, hogy összefogtok? Vagy, vagy, vagy valami közös mederbe terelitek ezeket az energiákat, tapasztalatokat, vagy az lesz, hogy aki a legmakacsabb, az megcsinál egy no-budget filmet, ami vagy nyer, vagy nem. van valami mozgás a téren? De olyan értelemben mindenképpen van összefogás a szakmában, hogy rengeteg ember dolgozik, vagy nagyon kis pénzért a szakmai belitársainak, vagy pedig akár ingyen is. Szóval ebbe már van tapasztalatunk az elmúlt évekből, hogy amiatt már ennyire nehéz állami támogatáshoz jutni, ezért az emberek viszont filmeket akarnak csinálni, ezért dolgoznak közösen. Szóval ilyen jellegű szolidaritás, az, az, működik abszolút. De szerintem egy, egy struktúráltabbra is szükség van, mert borzasztóan szomorú lenne, ha ez így folytatódna. Beszélgettünk erről Oliverrel és Zsigával, nem tudom, hogy, hogy ez felmerült-e, még nem mondtuk el sehol, de, de felmerültek olyan ötletek, hogy, hogy például az inkubátorprogramot is valamilyen formában meg lehetne csinálni. És az egy sokkal nemesebb és magasztosabb dolog lenne, mint az, hogy akkor most készüljön el egy-egy film fogcsikorgatva, de azért vannak olyan rentált cégek, tehát kameraeszközbérlő cégek, vannak olyan stúdiók, és vannak olyan gyártó cégek, akik támogatják ezeket a filmeket, és szerintem végtelen szükség lenne arra, hogy ezek összefogjanak, és leginkább pont az első filmesek megmentése miatt, mert ha nem mentjük meg a mostani pályakezdőket, akkor egy generációs szakadék lesz a magyar filmben, ami hosszú távon történelmileg lesz borzasztó, és szerintem az inkubátor programot is meg lehetne csinálni olyan formában, hogyha megtalálnánk azokat a gyártócégeket, akik a 30%-os adó visszatérítést megfinanszírozzák, tehát mondjuk egy 120 millió forintos film esetében 40 millió forintot, azokat a rentálókat és azokat a stúdiókat, akik ingyen is segítenek akár ezeknek a filmeknek, és le kell ültetni azt a szakmát, aki amúgy is ott van a Pitch Fórumon. Mert egyébként a Pitch Fórumon a szakma van. Tehát az a, az a, meglepő, hogy ott, ott, ott azért a közönségbe és a zsűribe se protokoll vendégek, meg pártkatonák szoktak lenni, hanem a valódi szakma. Ugyanezeket az embereket el kell hívni, hallgassák meg az embereknek a filmterveit, és akit tudnak, azokat karoljanak fel, és keressenek külföldön koproducert, vigyék el a gyártócégnek a, a az előfinanszírozását, az eszközbérlést, és, és, a többi. Az a baj, hogy lehetnek ilyen ötleteink, de ez mi kicsik vagyunk, Ezeknek a szakmai szervezeteknek, akik aláírták ezt a levelet, ezeknek szerintem most kéne aktivizálni magukat. Mert kaptunk egy választ is, csak hogy a levélre visszatérve. Ezt mondjátok el, hogy mi volt a válaszban tulajdonképpen semmiről nem szól, mint arról, hogy... Ugyanez, hogy a megtehetjük, tehát... igen, igen de hogy volt benne egy, egy ígéret, hogy a, hogy a szakmai szervezetekkel konzultálni fognak. Tehát, ja, az, az e-mailre a válasz. Értem. Ja, 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 én arra gondolom, a nyílt levélre. Igen. Ö, ez volt benne. Igen, a, de, de hogy, a jövő, először... de, hogy egyrészt ők bemehetnének a filmintézetbe, és megpróbálhatnának harcolni, de ha ez nem működik, akkor még mindig össze tudnak fogni, és meg tudják menteni ezt a programot akár ilyen eszközökkel, amiket az előbb felsoroltam. Tehát csak ez, mi, mi picik vagyunk, mi most küzdünk a saját filmünk elkészüléséért, de valaminek történnie kell ö, nagyobb léptékben is szerintem, muszáj, mert... Hát nyilván ugye az van, hogy minden része uh, már lassan a kulturális életnek elszenvedi a maga kis sérelmeit. Ezek pedig szétszorva maradnak, de most tényleg nem csak a filmes szakmai szervezetek, akár a freesafe is mondhatnánk, ami egy nagyobb dolog, mint a, csak a film színházat is magába foglalja, a tévét is magába foglalja. Ezeknek tényleg szuper lenne összefogni. Most erről azért nem tartom feltétlen érdemesnek, hogy tovább beszéljünk, mert ezzel meg kell csinálni. A másik dolog, amit viszont még belengedtél, és nem szeretném, hogy elsiklódjunk felette, hogy, hogy valami fajta nyomásgyakorlást említettél a mostani filmfinanszírozás felé, hogy ennek látjátok esélyét, vagy esetleg elfelé tartó tendenciákat, hiszen ugye az a szakma, ami a nem tudom, a Petőfitől a Hadikot csinálja, az gyártja akármilyen filmeket is. Tud valahogy ez a szakma nyomást gyakorolni? Az nfi akár? Nem tudom, fogalmam sincs. <laughs> <laughs> Szerintem először ennek a szakmának ténylegesen állni. Tehát nálunk nincsen szakszervezet. Ez mondjuk akkor, amikor egy szervizprodukció idejön külföldről, akkor lesz igazán éles, hogy, hogy túlóra, ebédidő megváltás, pihenőidő megváltás, transport, teljesen más jogokkal rendelkeznek a külföldi stábtagok, mint a magyarok. Tehát alapvetően kellene egy szakszervezet, ami, ami összefogja őket. De azt azért látjuk, hogy amikor van egy szakmai összefogás, pedagógus szakszervezet, magyar orvosi kamara, azt is le lehet nyomni, de, de hogy mi annyira, Mínuszban vagyunk, hogy, hogy még itt sem tartunk. Tehát, hogy szerintem, hogyha először ez létrejönne, utána lehetne beszélgetni a nyomásgyakorlásról, utána lehetne beszélgetni azokról, ha nem működik a nyomásgyakorlás, azokról az alternatívákról, amiket az előbb mondtunk. De valószínűleg, vagy nem tudom, ti, hogy gondoljátok, de hogy. Ez lenne az a, kezdés. De a létező szervezetek, mondjuk a kameramanok, vagy operatőröknek van, tudom, a szakszervezete Magyarországon, talán a vágóknak is erre nem eskügy. Ezek nem Egy szakszervezetek, ezek, ezek, szakmai érdekvédelmi csoportok. Tehát ezek nem, nem nincsen olyan érdekérvényesítő képességük, sem, mint a megmaradt orvosi kamarának, vagy a megcibált pedagógus szakszervezetnek. Persze nem hallgatják meg őket belülről, de hogy Nincs, nincs, egység, nincs is azért, tehát ha szakszervezet lenne, akkor azt jelenteni, hogy csak szakszervezeti tagok dolgozhatnak mondjuk nf is támogatást kapó filmben, mert állam, szakszervezet, stb. De, de, hogy nincs, nincs, ezek nem szakszervezetek. És mm. a látjátok másképp? Ny nyilvánvalóan egy összefogásnak az, azt ugy ugyanígy látjuk, az, hogy gyakorolhat-e nyomást ez a Filmintézetre, az meg nem tudom valahogy a, a, az eddigi tendenciák az az nem a afelé mutatnak, hogy hogy egy valódi párbeszédre lennének ö, nyitottak. Nyilván nem, nem csak ezen tűző, a téren. Nem kényszeríteni szerintem ezen a ponton. Ez nagyon fontos, hogy ezek megtörténjenek, természetesen, tehát ö, hiba lenne nem, nem, nem harcolni azért, hogy ezek megtörténjenek, mivel én egy kicsit... Ö, borulátó vagyok. Ebben. De. De meglátjuk. Meg kell próbálni. Ami, ahogy mondtad, hogy amíg nincsen kényszerítő erő, addig nem tudhatjuk, hogy mi történik. Bár azért az egyértelműen látszik, hogy ez a rendszer, hogyha ellenállással találkozik, akkor nem meghajlik, hanem befeszül. Ahogy mondtad, az eszefe ügyét. Nem tudom. Szerintem még fiatalok vagyunk, és olyan szomorú, hogy ezeken kell gondolkoznunk, mert ennél bölcsebb emberek is nehezen válaszolnak erre. Másrészt meg szerintem nekünk most olyan jó lenne, hogyha hogy csak a filmjén kéne foglalkoznunk, de persze nem futunk el előle, de hát marha jó lenne, de többen is láttátok az a SZFE-vel kapcsolatos eseményeket belülről is. Szóval, hogy látjátok, hogy mi van. <laughs> Tudjátok pontosan azt, hogy most már muszáj valamit szervezni, mert amíg megtehetnek jogsértéseket, addig megtesznek. Hát a Frézefő ugye is ez volt, és ott is meglepődtünk, hogy jaj, de kurva jó lenne foglalkozni a művészetünkkel, a Ez egy második lépcsője csak annak az egész történetnek. Nincs olyan tanulság, amit magatokkal visztek ezek után? Szerintem pont, hogy a FreeSF-ét mondod, az egy jó tanulság abból, hogy ott létrejött egy olyan közösség, ami a mai napig készít filmeket, előadásokat, azok a tanulók, akik ott tanulnak, diplomához jutnak, annak ellenére, hogy nem ott kezdtek el tanulni, hanem még a régi színház és filmészeti egyetemen. Szóval ilyenfajta és szolidaritás szerintem biztosan létre fog jönni a film esetén is, meg ami most történik a táncművészettel és a színházművészettel is, hogy nem írták ki az nk pályázatokat, és ilyen katasztrófa beszélést kellett, hogy tartsanak a trafóban, hogy mégis mi a szar lesz ezután. Olyan összefogás és szolidaritás biztos, hogy lesz, ami ezeket a közösségeket lehetővé teszi arra, hogy a maguk eszközkészletével alkossanak továbbra is. Jó, van, van egy probléma, hogy ugye két irányról beszéltünk eddig, az egyik az, hogy a meglévő állami rendszerre hogyan kényszerítjük rá a változást, vagy, vagy valami fajta konszolidációt. A másik, hogy hogyan építünk egy alternatívát, aminek valamilyen szinten tőkeképessége is van. És az baj, hogy ö, ha a második irányba megyünk el, az egy szakadáshoz vezet a szakmában. De milyen szakadáshoz? Hát már hogy már réges régen legalább két felé elszakadt. Hát, de szerintem ez borz, tehát, hogy szerintem ez a borzasztó, hogy, hogy én nem tekintek magamra, nem tudom, balliberális filmművészként, vagy nem tekintem egyébként a ö, Madarász Istit, vagy a Szász Attillát, polgári konzervatív filmművésznek, hanem és egyszerűen filmes szakmabeli kollégák és rendezők vagyunk mindannyian, és az, hogyha egy ilyesmi, tehát hogy ha egy ilyen megtörténik, mint ami a Free SF-vel, ami egy tök jó dolog, de ha egy ilyen megtörténem mondjuk a filmben, hogy egyszerűen ki van mondva, hogy mostantól vannak a az nfi arcok és a nem nfi arcok, ami most már lett, hogy ki van mondva, csak nincs kimondva. Érted te rátok tekintve? ti pedig próbáljátok ezt meghaladni valahogy, de hát hogy a francba haladjátok meg, amikor egy hatalom láthatóan így tekint rá. Olyan értelemben tényleg nincs megosztottság szerintem, hogy azok az emberek, akik elmennek adott esetben kurzusfilmekbe dolgozni, azok ugyanúgy dolgoznak olyan filmekben, amik magán erőből azért a műalkotásnak az öröméért születnek. Szóval ilyen értemben én nem érzékelem a megosztottságot, hanem azt érzékelem, hogy felülről van egy olyan hatásgyakorlás, ami próbálja megosztani a szakmát. Itt is például azzal, hogy az ötből három tervet, az inkubátoros ötből három tervet nem javasolnak gyártásra, és nem pedig rögtön mind az ötöt, ez is egy ilyen megosztási kísérlet, de ez nem azt jelenti, hogy emiatt nekünk valóban meg kéne osztódnunk, vagy nem tudom micsoda, hanem ugyanúgy tudunk szolidaritással fordulni egymás felé, szerintem, és ez történik is ez borzasztóan fontos. A két irány, amit elkülönítettünk, az igazából tényleg azt szolgálná az én fejembe, hogy, hogy létezzen magyar film, ami, ami nem feltétlen film, Hogy ez most a nyomásgyakorlás kereteink belül, vagy egy független, akár említettük a Balázs Bélát, akár említetted már a dogmát. Szóval, hogy vannak precedensek arra, hogy különböző alkotóközösségek összeállnak, és akár tényleg olyan ö, uh, filmnyelvet megújító műveket hoznak létre, amik nulla pénzből készülnek. Én ezt az irányt gondolom, és nem tudom, hogy ez vajon, amit mondasz, lehet, hogy igazad van, hogy ez önmagában egy politikai megosztottságot és egy lövészárkot képezne. Nem tudom, de hogy, de hogy más utat én jelenleg nem látok a magyar film előtt. Igen, valószínűleg igazad van, de tényleg az, annak örülnék én a legjobban, hogyha nálunk okosabbak kezdenének erről beszélni, mert kicsit furcsa lenne így a, egy darab elkoszállt nagy játékfilmmel nekünk megszervezni ezt a, ezt a B oldalt. Igen, de az már látszik, tehát, hogy motivációhoz van rá, tehát tényleg nagyon sokan támogattak minket már most ebben a helyzetben, és azt gondolom, hogy már mindenki, vagy nagyon sokan eljutottak arra a pontra, hogy valamit kéne tenni, és most jött el az a pillanat, amikor ezt valószínűleg sokkal szervezettebben és a jövőre gondolva gondoltabban kéne valahogyan ö, megtenni. Hát remélem, hogy valami kiút lesz belőle, és uh, ami most jelen helyzetben, ami legfontosabb talán, hogy remélem, hogy az a, ezek a filmek, amiket begyanítottatok és dolgoztatok rajta majdnem két évet, az, az, meg fog tudni valósulni, lesz ennek módja. Úgyhogy uh, Berényi Andor, Rudolf Olivier és Kogő Zsigmond, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és megosztottátok a történeteteket. Sziasztok! Köszönöm. Köszönjük. Sziasztok! Nektek pedig köszönjük, hogy végighallgattátok a beszélgetésünket. Ez egy extra interjú volt a Partizán podcasten. Ne felejtjétek, idéntől fel lehet ajánlani az adótok 1%-át a Partizán számára, erre május 22-ig van lehetőség. Minden linket megtaláltok a leírásban ehhez. Nekünk nagyon sokat jelentene. Köszönjük szépen. Sziasztok!